Adj Isten! Felavatom az új pólómat. Fuck the New World Order. Milyen eseménnyel kapcsolatosan szeretnék, milyen eseménnyel kapcsolatosan jelentkezek be? Hát, kinyitott a lónyi határ, a lónyai határ. Ugye ez sokaknak ez nem mond semmit, ez egy kis határ átkelő a magyar-ukrán gúny határon, és az a története, hogy tulajdonképpen, mivel itt lakom Lónyán, akkor ez engem igen érintett, hogy tavaly, mikor kitört ez a médiavírus hisztéria, akkor lezárták. Nos, akkor civilként tüntetést szerveztem, utána belekerültem ebbe a koronaigazsága, a Telegram, meg Facebook csoport, ilyen jogvédő csoport, és akkor ennek a csoportnak a, tulajdonképpen ennek a nevében különböző akciókat hajtottam végre, hogy a lónyi határt kinyissák. Volt tüntetés, volt plakátolási akció, hogy nyissák ki a lónyai határt. Végül online petíció is volt, ami abban különbözött a többi online petíciótól, hogy ez be is lett fejezve, és közérdekű panasz és beadványként el is lett postázva Szijjártónak, és válaszolt is határidőn belül. Tudta, hogyha nem válaszol, akkor az neki nagyon ciki lesz. Majd beleírtam a közérdekű panaszba, hogy ha határidőn belül nem történik meg a válasz, akkor az közigazgatási bíróságon ugye támadhat. És itt van előttem ez a válasz, azt még egyszer szerintem erről beszéltem volt, hogy ugye közhelyeket ufogtatom, hogy miért nem nyitják ki a határt, meg ezért, meg hogy, meg hozzé, meg hogy hamarosan visszatérhetünk a normalitásra, stb. Képzeljétek el, hogy kinyílt a határ. Tehát azt kell mondjam, hogy a civil tevékenységnek volt értelme, volt eredménye. Tehát hiába, hogy most Szijjártó nem azt írta le nekem, hogy oké, okay, amiért ilyen ügyes voltál, és ilyen ügyesek voltatok, aláírtátok, meg plakátoltatok, meg tüntettetek, kinyitjuk a határt. Nyilván nem ezt írta le, de alig pár hétre rá kinyitott a határ. Na jó, a történet nem ilyen egyszerű. Volt ott még egy kis gubanc, történt, hogy egy hétre kinyitott tényleg, és utána kitalálta valami, nem is tudom, kitalálhatta ezt ki, hogy lezárják nem csak ezt a határt, a lónyit, hanem a barabásit is, és autópontokot hoznak létre. És úgy képzelték el, hogy kijöttek ide csomó busz, mindenféle buszok reggelit jöttek ezrével a buszok, hogy majd jönnek tömegesen Ukrajnából, az ukrán állampolgár vagy bárki, a ukrán-magyar kettős állampolgárok, de ukrán állampolgároknak is nyitott volt a lehetőség, jönnek, hogy vegyék fel a vakcinát. De azt hitték, hogy egy ilyen vakcina turizmus elindul, egy ilyen fesztivál, ilyen vakcina fesztivál elindul, és akkor a határ túloldalára pedig tömegesen fognak jönni, és és akkor azt találták ki, hogy semmi más nem lehet a határon csinálni, átjönnek, leútnak, és visszasétálsz. Ennyi. Barabásom, vagy Lónyám. Ezt meg is csinálták ide az egész logisztikát, kitelepültek, alá a polgármestereket felreállították, meg mindenfélét elkövettek. Hát, a ótás szkeptikus ukrán állam beleköpött a levesükbe. Tehát most az egyszer tényleg nem vádoltok azzal, hogy Ukrajnát, meg ezeket a Svoboda, meg Stepan Bandera, és ezeket, hogy annyira díjaznám, mert nem. De most az egyszer ezt az akciójukat díjaztam. Mert hogy mi történt? Az ukrán állam, amikor ezt észlelte, és más normális, nem tudott, tehát presztízs veszteség lett volna, hogyha azt mondja, hogy már pedig nem mehettek ótatni minden, azt mondta, hogy elvették a villanyt, leállt a rendszer. A barabási határátkelőnél is, és a lónyai határátkelőnél is egyszer csak leállt a rendszer, vonogatták a vállukat az ukrán vámosok, határőrök, leáll a rendszer, nem tudjuk, hát állt. És akkor megkezdődött egy ilyen ügyes kis ilyen taktikázás, ilyen idegek harca. Ezek reggelente a magyarok, ezek az ótás őrültek, ezek az ótás hívő, ótás szektás magyarok, ezek jöttek kifelé a buszokkal, és az ukrán pedig mondta meg a vállát, hogy hát áll a rendszer. Á, sajnos. Ezen a két határátkelőn, többi határátkelőn működött a rendszer, ezen a kettőn át. Egészen addig, míg
tehát kimondhatjuk, viszont egy csúfos kudarcot szenvedett ez a mániákus vakcinapolitikája a Covid-szektás magyar államnak, visszakozniuk kellett, és engedik a szabad forgalmat mindenki számára, és egy külön sávon, aki magát be akarja ennek a géninjekciónak magát alá akarná vetni, esetleg a Ukrajnából megvan adva a lehetőség, és akkor ott szépen egy ilyen sátorban, vagy mit tudom, azt is el lehet intézni, azonban a normálisak, azok nyugodtan közlekedhetnek. És akkor, mint egy csodaként, az ukrán oldalon is elindult a rendszer. Úgyhogy ez történt, most akkor szabad a forgalom Lónyán, Barabásban is, és hát szeretném azt hinni, hogy ehhez a kis sikerhez, hogy a lónyai átkelőhelyen most lehet közlekedni, az én is, meg a korona igazsága csoport is nagyban hozzájárult. Úgyhogy körülbelül ennyi. Köszi szépen!